Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Dragon Véli, végre kijött a közösségi map, mert ugye ez, mi szavaztuk meg, hogy legyen egy ilyen map, nem mintha adtak volna hatalmas választási lehetőséget, ugye, mert amikor kiderült, hogy hát akarunk csinálni egy ilyen mapot, és mire szavaznátok, akkor mindenki írta be a magáét, és úgy nagyjából mindenkinek volt egy elképzelés, és a közösség egy közös hang felé haladt, de aztán a 90%-ot így lefújták, gondolom, hogy srácok, hát azt túl lehéz megprogramozni, de hogy egy ilyet kell csinálni, ezért feladtak nekünk néhány opciót, hogy dzsungelpálya, sivatagos pálya, hegyek közötti pálya, stb. Ugye ez a három koncepció volt addig, és akkor így néztük, pislogtuk nagyokat, hogy what the fuck. És ja, hogy izé, jó, van, ez lesz majd a nagy közösségi pálya. Igen, hát ez nálam már itt valahol egy kicsit elbukott ez a projekt, de minden esetre a legtöbb ember ezek szerint a dzsungeles változatra szavazott, és akkor hosszú-hosszú idő után megjött a dzsungeles pálya, rengeteg patch-el, úgyhogy a Dragon Véli itt van, és jöjjön most egy őszinte vélemény arról, hogy hogyan változott a játék, és milyen ez a map. De először is megragadom abba az alkalmat, hogyha nem vagy prémiumos, ha nincsen meg a DLC, ez a pálya meg lesz, ugye már ingyenes, és ezen a pályán megtalálhatjátok a Phantom Mode-t, felvehetitek, és örökre ott lesz az arzenálatokban. Úgyhogy, ja. Minden esetre látni fogjátok a videóban, hogy kell oda menni, most megyek arrafelé, és ha felveszitek, nekem sem volt meg a Phantomból, mert nem vagyok prémiumos, így aztán meg lehet szerezni. Na most, jöjjenek a pálya adatai, dolgai. Azt kell mondjam, hogy vizuálisan nagyon szép a pálya, de egyben ez a vizualitás hatalmas akadály is annak, hogy észrevegyed az embereket, főleg, hogyha annyira ritkán játszom már a BF4-en, mint én. Ugye most, ha beletettem lassan 950 ezer óra körül ebbe a játékba, természetesen már annyira nem játszom vele, mint régen, mert kicsit már unom. És akkor most kijött a nagy Dragon Veil, és akkor na, nézzük meg. A pálya maga hihetetlenül balanszoltra sikerült a többi pályához képest. Ez kell, hogy nagyon jó balanszolt, és a pályás összes területe, az összes pontján, Conquest szempontjából természetesen, a pálya összes pontján nagyon jól van balanszolva. Mindenhol találni egy kis játékot, mindenhol van egy játékos, a pontok valahogy nincsenek se túl távol, de se túl közel egymáshoz, és emiatt a játék egészen jó balanszot tud felvenni. A rombolhatóság egész fantasztikus egyébként így a játékban, szóval azt kell mondjam, hogy elég jóra van megcsinálva, és ugye a fedezékrendszer minden benne egyszerűen jó. Látszik, hogy tehát hosszú időt telt el, mire kijött egy pálya, tehát jó pár hónap eltelt. De oda van rá figyelve. Én nekem csak egy olyan az nem tetszik, hogy ilyen dzsungeles környezetbe vitték. Én jobban kedveltem volna egy város, vagy valami, nem tudom. A dzsungelt már valahogy úgy ulom, vagy elég volt belőlük a BFBC2-ben, ott volt egy pár, és akkor így az úgy elég volt. De minden esetre számomra fura azt a hangulatot idézi, ezt a BC2 hangulatot. Szép a pálya, jó meg van csinálva a pálya. A vízesésről mindig volt szó, hogy hát olyan hasztalan funkciója van, és hiába raktak oda egy pontot, meg tolták be ezt az ősi kastélyt, vagy valamit, a vízesésnek ugyanolyan hasztalan funkciója van, hát szép és jól mutat. Na, a pálya hátrányairól kell beszélni egy kicsit. Az igazság az, hogy sniper paradicsom, és nem hogy sniper paradicsom, azzal még nincs baj, ha valami sniper paradicsom, azzal van baj, ha valami rettentően camper paradicsom, és ez sajnos nagyon benne van ebben a pályában. Mi a véleményetek nektek erről, camper paradicsom vagy nem camper paradicsom? Hál' Istennek helyenként a pályákon vannak olyan pontok, ahol el tudsz bújni. Főleg akkor, hogyha meghalod az első csattanást a snipertől is mellélő, akkor van időd reagálni, hogy gyorsan elbújni, mert gyorsan találsz egy fedezéket. Ez egy tök jó dolog, de ugye nem olyan vészesen nehéz a BF-ben sniperezni, és aki addig is sniperezett, az azért nagyjából már ügyesen sniperezik. És a pályának rengeteg olyan pontja van, tehát tegyük fel, ugye vannak a foglalási pontok, egy pont körül rengeteg olyan pont van, vagy éppen dombocska, vagy valami, ahol nem egy, de három-négy sniper is meg tud bújni egyszerre.
És ez hihetetlenül játékromboló élmény tud lenni, amikor te killozsz, hogy foglald a pontot valahol a ponton belül, de azért téged kívülről, ha nem az egyik pontról, de a másikról egy sniper le fog lőni. Ez sajnos nagyon kiütközik ezen a pályán. És ez nagyon zavaró tény, ez a sniperek. Mert amikor egyik pontról a másik pontra át kell sétálni, az ebből a szempontból ezen a pályán semmi baj nincsen. Szóval akkor természetesen egyik pontról átsétálsz a másikra, mivel nincsenek se túl távol, se túl közel, ezért odafigyelsz, nem előle valaki, figyelsz a fegyver hangokra, de amikor ugye foglalsz egy adott pontot magát, akkor a körzetedre figyelsz, arra, hogy foglald a pontot, és ne jöjjön be senki. A külső támadókra pedig annyira nem, és a sniperesek előszeretettel kempelnek a pontokra, és olyan helyekre tudnak kempelni, hogy úristen, lehet, hogy csak azért, mert nem sok a új a pálya, nem szoktam még meg, és nem szoktam meg, hogy hova figyeljek, nagyjából biztosan, hogy ez is benne van, de elég meglepetésszerűen tudnak jönni azok a sniperek. A járműveket, illetve a pályákon szépen végig lehet menni az utakon, az összes pont között, és ez egy nagyon pozitív pont, ami ebből a szempontból a járműforgalom, mert az utakat úgy oldották meg, hogy elérje minden pontot, de egy külsőbb útvonalon, hogy legyen ideje az infantrinak összeszervezni magát, szóval a járművekkel óvatosnak kell lenni, mert amire odaérsz egy úton a pályához, a pálya részéhez, addigra az infantri és a gyalogság beszerveződik, és könnyen fel tud ellenet készülni, ezért járművel óvatosan kell bánni. Ez egy pozitívum, azt kell mondjam, egy kicsit taktikusabbnak kell lenni a járművekkel, ragaszkodni az utakhoz, egy kicsit távolabb maradni a pontoktól, és onnan leszedegetni az embereket. Ez egy kicsit a játék, régen játszottam vele, és késő éjszaka volt, dumáltunk teljesen, nem annyira figyeltem, csak muszáj csinálnom erre a videót, mert ki kell beszéljem magam vele kapcsolatba. A játék változásai. Na most biztosan mindenki nagyon szereti az új BF4-et, hogy ez milyen fantasztikus lett, milyen kibalanszolt. Én egy valamit nagyon szeretek benne, hogy végre kijöttek a 30 és 60 Hz-es szerverek. Bocsánat, kijöttek a 60 és 120 Hz-es szerverek, de abból is többségből a 60. Ez azt teszi, hogy sokkal, de sokkal jobban regisztrál a játék. Tehát minden mozdulatodat jobban követi le a játék, jobban regisztrálja, stb. Minden lövésedet. És ez végre egy jó érzés, hogy amikor lősz, el is talál az ellenfelet, és az bele is hal. Viszont amióta behozták számomra, és ez nem tudom, írjátok le ti is, hogy mit gondoltok erről. Amióta behozták azt a patchet, ahol a Red Dot Sight egy helyben áll, ha lősz, és a legtöbb fegyvere módosítottak a lövés struktúráján, a visszarugás, balanszos, stb. Én úgy érzem, hogy sokkal, de sokkal könnyebbé tették a játékot, sokkal, de sokkal könnyebbé tették a lövést, és ez számomra nagyon zavaró, mert az összes fegyvert kivétel nélkül valahol behúzták egy sémával. Olyan, mint a Call of Duty-nak most, egy kicsit olyan érzésem van tőle, mint a Call of Duty-nak az összes fegyverével kapcsolatban. Nem kell semmi más csinálni, csak egy picit visszahúzni az egeret, és akkor mindegyik fegyver ugyanúgy működik alapjáraton. Nem érzem azt a különbséget köztük, mint régen. És ez azért eléggé bosszantó egy Battlefield-nél, ahol jó volt érezni a fegyverek közti különbséget, és most mindig fegyver úgy kávé egyenesen lő, nem is nagyon tudott belőni, hogy melyiknek milyen a visszarúgása, csak egy erős megszokás kérdése lett az egész, nem nincs kötve egy vizualitáshoz ráadásul, és emiatt minden fegyvernek egyforma érzete van, és ez elég bosszantó tud lenni. Az, hogy a járműveket gyengítettek, az feltétlenül engem annyira nem zavar, én úgyis taktikus voltam a járművekkel, és próbáltam lelőni, minél hosszabb ideig megtartani. De alapvetően nálam ez zavar a legjobban. A fegyveres harc számomra a BF4-ben egy kicsit elhalt, amiatt, hogy így javítottak rajta, de hát is, ha ez volt a közösség kérése, ez az a közösség kérése. De valamiért nekem ez annyira nem. Ti mit gondoltak róla? Legyen ez a topik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!